Oroszország nem szeretne háborút az Egyesült Államokkal és a NATO-val, és ez fordítva is igaz. Valamint Ukrajnának sem érdeke, hogy egy ilyen háborút vívjanak a területén. Ennek ellenére továbbra is reális esélye van annak, hogy eszkalálódik a háború, mondta Mark Milley, az amerikai vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának elnöke. Millé a Foreign affairs adott interjút, és úgy fogalmazott, hogy Tukodédé szóta tudjuk, a háborúkban mindig ott vannak az érzelmek, a félelem, a büszkeség és az önös érdek. Minden egyes napon, minden egyes cselekedetünknél, vagy az oroszok minden cselekedeténél azt kalkulálgatjuk, hogy van-e esély az eszkalációra. Hogy miért? Mert annak és az Egyesült Államok, Oroszország vagy a NATO bármely tagállama az Oroszország közti konfliktusnak a következményei olyan súlyosak és pusztítóak lennének, hogy mindegyik félnek az az érdeke, hogy ezt elkerüljük, mondta.